Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd. Ha szükséges, elválhatunk az Európai Uniótól. Így reagált Erdogan török elnök az Európai Parlament jelentésére, amelyben ismét a demokratikus értékek és a jogállamisági kérdések kapták a főszerepet. De mi állhat a vállás hátterében? Összeférhetetlenség, hűtlenség vagy kibékíthetetlen ellentét? és kihez kerül majd az a közel 4 millió szír menekült, akik jelenleg Törökországban táboroznak. Ez itt a kérdés. Kezdjük! Érkezik hozzánk Egeresi Zoltán, Törökország szakértő, aki szerint Törökországnak és az EU-nak kölcsönösen hasznos a csatlakozási tárgyalások fenntartása, de eredmények nem várhatók a közeljövőben sem. Az elmúlt években Törökország felértékelődött Európa számára, ami a migráció és az energiatranzit területén kiszolgáltatottsági viszonyt is eredményezett. Ezt már Bíró András, a XXI. századi intézet kutatója mondja. Velünk lesz Petri Bernadett, Európai Uniós szakértő, aki úgy látja, az unió vezetői következmények nélkül nem hagyhatják figyelmen kívül Törökország elvárásait és csatlakozik hozzánk Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense, aki úgy véli az Európai Unió és Törökország közötti stratégiai partnerség keretei újra kell gondolni. Szeretettel köszöntöm nézőinket, a képernyők előtt és vendégeinket itt a stúdióban. Ugye Törökország 1987-ben adta be az uniós csatlakozási kérelmét. Kicsit nézzük meg, csak nagyon gyorsan fussunk végig az időpontokon, aztán beszélünk a lényegről. Hogy mi történt 1987 előtt, amíg beadták a csatlakozási kérelmet, és mi történt azóta hogy megtorpant a csatlakozási kérelem, és a csatlakozásuk. Hát ami érdekes Törökország csatlakozási folyamatában az az, hogy ő volt az első ország, aki nem csak hogy a 80-as évek, hanem már az 50-es évek elején gondolt arra, hogy az európai akkori gazdasági közösséggel szorosabb kapcsolatot kellene kialakítani, és hát a 60-as évek elején meg is történik az a folyamat, amiben ő azt reméli, hogy majd úgynevezett társulási viszonyra lép az európai gazdasági közösséggel. Ez az atatürki örökség tulajdonképpen annak a része, ugye? Gyakorlatilag igen, ugye Törökország a NATO tagja is lett, és Törökország, mint stratégiai partner, és ez mind a mai napig így van, az Európai Unió, illetve korábban az Európai Gazdasági Közösség, Európai Közösség számára megkerülhetetlen tényező volt. Viszont nagyon sokáig húzódik ez a folyamat. Ugye most már jól túl vagyunk a 60. évfordulón is, és hát azt látjuk, hogy ugyanaz sikerült néhány területen közelebb kerülni, hiszen ne felejtsük el, hogy nem csak, hogy beadta a csatlakozási kérelmét, hanem utána a Vámunióra is lépett az Európai Unióval. Ezért a legisérvés. Érményes. Ez jelenleg is érvényes, és a 90-es évek közepe óta tulajdonképpen, ha nem is teljes mértékben, olyan, mint egy belső tagország, de nagyon hasonlít erre, működik ez a folyamat. Utána el is kezdődnek 2005-ben a csatlakozási tárgyalások. Viszont ugye ennek a viszonynak nagyon sok forduló pontja van, később megrekednek a tárgyalások, felfüggeszti az Európai Unió ezeket, és hát jelenleg abban a kérdésben kell majd dönteni, hogy az újjá alakuló európai integrációban pontosan milyen helyre pályázik Törökország. Beszéltünk ide az atatürki örökségről, az, hogy Európára pillant a megújult Törökország. Ugye ezt Atatürk kezdi el 1920-ban öltözködés és mindenféle más szabályok betartatásával is, de a törvénykönyvekkel is. Ez, ez a folyamat is megtorpanni látszik ma Törökországban? És ez összefüggésben van-e azzal, hogy a világ is kezd több pólusú lenni? Tehát nem feltétlenül Európára tekint már a világ. Itt ugye Törökország esetében egy, a modernizáció a 20. században, sőt már a 19. században Atatürk előtt is egy alapvetően nyugati központú történet. Már csak azért is, mert a oszmán birodalom a katonai vereségeit a nyugati nagyhatalmaktól, illetve Oroszországtól szenvedi el, érthető tőlük próbál tanulni. És az első világháború, amelynek a végén ugye az oszmán birodalom összeomlik, és Atatürk vezetésével létrejön a török köztársaság, ami pont ebben az évben ünnepli a kikiáltásának a száz éves évfordulóját és ez egy ilyen defenzív modernizáció keretében minél több dolgot igyekszik átvenni Európától, főleg Franciaországtól. Szekularizmus, svájci és, és, olasz törvénykönyveket vesznek át 1920-as évekbe, ahogy említette is az öltözködésben is ilyen reformokat hoznak illetve. A 1930-as évek a török feminizmusnak a megszületése, amelyben a világon az elsők között kapják meg a török nők a választójogot és még sorolhatnánk. Nyilván... Ez a fajta modernizáció és az, hogy Törökország a nyugat része, az erősödik azáltal, hogy 1952-ben NATO tag lesz, az, hogy elkezdődik ez az Európai Uniós szerelmi történet, ami lassan egy ilyen rossz házasságnak kezd hasonlítani, de valahol a gravitációs pont az mindig a nyugat marad. És ez lehet néha Franciaország, lehet néha Egyesült Királyság, és lehet az Egyesült Államok nyilván, a nyugat vezető hatalmaként, de valahol mindig ez a legfontosabb pont, és jelenleg is azt látjuk, hogy azért nyilván Törökország nyit. Más régiós erőcentrumok felé. Oroszországgal van egy partnerség, Kína egyre fontosabb kereskedelmi partner, a közel-keleti kapcsolatait is megerősítette a jelenlegi vezetés az elmúlt durván húsz év folyamán, de valahol azért a törökök még mindig Európára tekintenek, és itt csak két dolgot említenék meg, nyilván lehetne még sok mindenről beszélni. Az egyik az, hogy a több milliós török diaszpóra az, az alapvetően Nyugat-Európában él. Ez a több milliós hány millió egyébként tudjuk, ezt nagyjából pontosan legalább 5 millió állítólag Németországban, de aztán mondanak más számot is. Nem lehet pontosan tudni, mert ugye attól függ, hogy most az állampolgárokat nézzük, a kettős állampolgárokat nézzük, vagy azokat, akik már többedik generáció, tehát nem feltétlenül. Nézzük mind a hármat. Ugye állampolgári szinten nagyjából három milliót szokás mondani, akik viszont valamilyen úton módon a törökösséghez sorolhatók, tehát többedi generációsként, nagyjából 6 millióról beszélnek a törökök, Európából ennek nagyjából 5 millió fő esik. Tehát ilyenek azért török állampolgárok vagy török származásúak más országokban is, de nagyjából ez az a nagyságrend, amivel lehet, amiről lehet beszélni, és ennek a túlnyomó többsége főleg Németország, Hollandia, Franciaország és Ausztriában összpontosul, és hát nyilván ennek van egy olyan mellékága, hogy ugye egy részük hiába török állampolgár vagy török országi származás, de mondjuk kurt, és az ő problémájuk ugye egy más dinamika, de alapvetően ez a közösség egy hídként funkcionál Nyugat-Európa, vagy Európa és Törökország között. Ugye rengetegen jönnek, mennek. Voltak olyan Németországban született török színésznők, akik török szappanoperákba lettek világhírűek. és nem akarok neveket mondani, de a lényeg az, hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon élő és szoros kapcsolat. Uh, és még egy másik fontos dolog, a török diákok, hogyha elmennek külföldre tanulni, akkor jellemzően az Erasmus ösztöndíjat használják, Európába jönnek, éppen Magyarországra jönnek, vagy más ösztöndíjakkal Egyesült Államokba is. Noha mennek keletre is, Kína, Közép-Ázsia és különböző menti államok, de a gravitációs pont ezen a téren is a török fiatalság jelentős részének azt látjuk, hogy Európa. Hát, hogy ez mennyire így van, ha szabad ilyen személyes szállat beleszülni. Most éppen a hétvégén voltam Törökországban egy esküvőn, Éppen Erasmuson ismerkedett meg két fiatal Litvániában, egy magyar lány, egy török fiúval, és ezen az esküvőn voltam éppen. De egyébként ők is Európában fognak lakni, illetve hát Törökország is ugye részben Európában van, de nem Törökországban laknak majd, hanem Magyarországon. Úgyhogy mekkora országról beszélünk, ugye 80 millió főt mondunk, de mintha ennél több lenne, és ez egy gyarapodó lakosságú ország, ugye? igen, Törökország lakossága folyamatosan növekszik, a természetes szaporodési rátája még mindig meghaladja a kettőt, ugye ez biztosítja azt, hogy a török társadalom kvázi újra termelje magát. Még annyiban egészíteném ki a Zoltán által elmondottakat, hogy a, az Európához való csatlakozásnak a, a gondolata olyannyira jelen van a török politikai gondolkodásban is, hogy még miután ugye Recep Tayyip Erdoğan hatalomra került, most már több mint 20 évvel ezelőtt, 2002 és 2007 között még az AKP politikáját is nagyban meghatározta az a kemalista hagyomány, hogy az Európai Unió tagjaivá válhassanak. Viszont ugye nyilván itt a 2005-ben a kopenhágai kritériumok teljesítése után megkezdődhetett a, a, bizonyos csatlakozási fejezeteknek az átvilágítása, de már itt élelődött egy konfliktus Ciprus kérdése miatt ugye az Európai Unió és Törökország között, hogy Törökország azért zokon vette, hogy a, a ciprusi török ciprióták helyzetének a rendezése nélkül vették fel gyakorlatilag Ciprust az Európai Unióba, és akkor ugye voltak itt mindenféle diplomáciai csörték, nem engedtek be ciprusi felségjelzésű hajókat, illetve repülőket, ennek hatására a Ciprus elkezdte blokkolni a különböző csatlakozási fejezeteket, a franciák ezt később kiegészítették, és itt a... De ott gázmezők is vannak a környéke, a jól sejtem. Ugye? Nyilván ez is közrejátszik, de amit még én fontosnak tartok ebben a kérdésben, hogy Törökországnak kvázi nem hmm. volt nagy hatalmi támogatója az Európai Unión belül, ugye 98 és 2000 öt között Gerhard Schröder, német kancellárként favorizálta volna az ország geostratégiai fekvése miatt Törökország felvételét az EU-ba, de aztán érkezett Merkel, a franciáknál sárközi került hatalomra, akik meg mellőtt teljesen elzárkoztak, és sokat mondó, hogy azok a britek voltak a legnagyobb támogatói a török EU csatlakozásnak, akik minden egyes alkalommal arra törekedtek, hogy ők valamiféle kivételt képezhessenek, és aztán a Brexitnél pedig ugye úgy is döntöttek, hogy elhagyják a, az európai közösséget. Hát igen, azt mondja, hogy Erdoğan most azt mondja, az EU megpróbál elszakadni Törökországtól, itt az Európai Parlamentnek van egy jelentése, erről szerintem most beszéljünk rögtön. Az EU megpróbál elszakadni Törökországtól, értékelni fogjuk ezeket a fejleményeket, és ha szükséges, elválhatunk az EU-tól, mondja Erdoğan, és akkor erről majd beszéljünk, de először azt, hogy az EU hogyan áll mindehez. Tehát, hogy van most mindez, az Európai Parlamentnek volt egy jelentése, hát mondhatnánk, hogy a szokásos, ugye jogállamiság, demokratikus hagyományok, mintha, mintha szóval, mintha másolták volna. Igen, érdekes ez, hogy ugye az Európai Parlamentnek rendre vannak olyan jelentései, amelyek ezt a kérdést tárgyalják. Most éppen a szeptemberi plenáris ülésen került elő a téma, ahol egy meglehetősen karakánálás foglalás volt a parlament részéről, arra nézve, hogy ha nem lesz elmozdulás a jogállamisági kritériumokra nézve, akkor ugye várhatóan az Európai Unió vissza táncolni, abból, ami bele se táncolt valójában, mert itt azért ez a hintapolitika, ez nem egy, nem egy, új, nem egy új fejlemény. Ami nagyon lényeges a bővítéspolitika kapcsán, hogy nagyon látszik, és ez nem csak Törökországra igaz, hanem hogy általában az Európai Unió jelenleg ezt a bővítési kérdést nem tudja jól kezelni. Tehát a tagállamok, vagy a tagállamok bolondítása, a különböző ígérgetések rendkívül hiteltelenné teszik az Európai Uniót. Hát ugye, ugye itt a Balkán is itt van, tehát van. nem csak Törökországról van szó. Pontosan, tehát és ezt valahol egyben is kell értelmezni, mert eleve nincs jó balkáni bővítés Törökország nélkül, tehát ez önmagában egy probléma. Másfelől pedig az a fajta megközelítés, ahol Ukrajnának egyfajta különutas, gyorsított eljárást ígér mindenféle jogalap nélkül az Európai Unió, ez egyébként visszaköszön ebbe a határozatba is, amit a parlament elfogadott. Hogyan, egyébként... hogyan köszön vissza, mert ugye itt jogállamiságról beszélnek, Ukrajnára nem beszélnek jogállamiságról, demokratikus értékekről, hanem... Ez egy borzasztó csak érdekes egy hogy ugye arra utal ez a jelentés, hogy jelenleg a parlamentben folyamatban egy másik jelentés egy reformról, ami éppen a bővítési politikát terelni egy új sínre, és ez pedig összefüggésben van a francia-német jelentésről az EU-reformmal kapcsolatban. Ugye mi történik itt? Az történik, hogy az intézményi reformot és a bővítést az Európai Unió szokás szerint egy kalap alá veszi és együtt akarja kezelni. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy a bővítési téren az EU hiteles tudjon lenni, ahhoz intézményi reformok is kellenek, és fordítva, és gyakorlatilag kialakít, főleg ez a francia-német javaslat, egy ilyen több síkon jelenlevő uniós kapcsolatrendszert, ami már a rendes tagsághoz képest többfajta összekapcsolódást tesz lehetővé az unió és az egyes csatlakozó országok között. Ugye mire jó ez? Nyilván, hogy egyes országokat előre tudjanak sorolni, Ukrajnára vonatkozóan látunk ilyen jeleket, és más országokat pedig hátra, azt szerint, hogy éppen mit szolgál az EU geostratégiai érdeke. Azonban talán a legnagyobb probléma ezzel az egésszel, hogy Törökország azért egy G20-as nagyhatalom. Hogyha lenne egy török-egyiptomi kiegyezés, az egy regionális nagyhatalom lenne. Tehát nem jó, hogyha a külpolitikában az Európai Unió nem egy hiteles és megbízható partner, mert azért ez komolyan veszélyezteti a régió érdekeit. Egy pár szóban azért, hogy védjen meg saját magunkat, hiszen mi vagyunk az Európai Unió, és hát ugye a bővítési biztosa az Európai Uniónak. Eh, magyar, bár tudjuk, hogy ilyenkor a biztosok azok európai érdekeket képviselnek, és hát megmondják a tagállamok, hogy milyen vonalra kell terelni ezeket a kapcsolatokat. Tehát eh, ugye a külső országok felé az Európai Uniónak volt egy technikája, amit alkalmazott nagyon sokáig, egyébként velünk szemben is. Van 31 fejezet, ezt végig kell tárgyalni, hogyha mindenki elfogadja az utolsó betűig az úgynevezett közösségi jog vagy aki kommunotárt, akkor megnyílik a lehetőség, és persze belső kompromisszumokat is kell kötni, és pont a mi csatlakozásunk előtt is hatalmas nagy intézményi reformok voltak, ami egyébként ugye a 2009-es Lisszaboni szerződésben, és egy kicsit eltolva 2014-17-től teljesen átalakította az Európai Unió belső alkufolyamatait. Na most ez a bizonyos dokumentum, ami megjelent, és egyelőre egy vitaanyag, de 2030-ig valóban átalakítaná az Európai Uniónak a működését, egyébként koncentrikus köröket határozna meg, amiben maguk az európai államok is egy szorosabb integrációba előre mehetnének, és lennének, akik egy lazább integrációba lennének, és a külső kör, ahol pont Törökország is lehetne akár, választhatna, hogy egy gazdaságilag is szorosabb együttműködést, társulási megállapodás, vagy pedig egy még lazább együttműködést, egy politikai integrációs jelleget tudna majd magáénak. Úgyhogy ez a folyamat ugye már szintén elemeiben korábban is Macronnak a beszédeiben is megjelent, és hát ugye pontosan az a probléma, és itt mondtam, hogy védjük meg magunkat, ugye ezek az államok egyelőre nem tudják teljesíteni azokat a feltételeket, és itt nem csak jogállamiságról van szó, lehet ezek a gazdasági integrációnak a különböző kérdései, vállalatpolitikai, jogállamiságnak a kérdései természetesen benne vannak, de egyéb feltételek, amiben előre kellene haladni. Kérdés az, hogy tudunk-e így előre haladni, vagy a lehetőség, és Macronnak ugye ez volt az ötlet, illetve az ő csapatának, és a németek is magukévá tették ezt, olyan identikus köröket nyitja a bővítésben is, amiben folyamatosan nyílnának meg az Európai Unió piacai, az Európai Unió forrásai, az Európai Unió közös politikái, amint teljesítenek bizonyos feltételeket, és fokozatosan jönne egyre közelebb az európai integrációhoz. Hát ez a kérdés, hogy Törökország esetében lehet-e egy ilyen pályára áttérni a mostani tárgyalási folyamatról. Meg az is kérdés, hogy végül is hogy, hogy és miért lassultak le ennyire a tárgyalások. Tehát az 1987 óta eltelt némi idő és azóta azért bekerült néhány ország az Európai Unióba, Törökország pedig nem került be. 2005-ben kezdődnek ugye a tárgyalások, a, tárgyalások, a fejezetek akkor Tehát a, 87 nem. A, a csatlakozási kérvénynek a beadása, ugye? Tehát a kérelem beadása. Jó, 2005, hát azóta nem olyan sokan csatlakoztak, de azért azóta is csatlakoztak már. Szóval, szóval mi van a mélyén mindennek? Törökország valóban akarja -e a csatlakozást most? és az Unió valóban akarja-e a csatlakozást most? Ugye szó volt itt arról, hogy, hogy Merkel idejében ez már megtorpant. A törökország esetében szerintem azért beszélhetünk egy demokrácia paradoxorról is, ami főleg a 2016-os pucs után jött elő, hogy ugye az Európai Unió tagállamai egységesen elítélték ezt az Erdoğan elleni pucsot, viszont ugye aztán a török elnök pont a demokráciára hivatkozva számolt le az ellenzékével. És ez lényegében 2018, amikor holdpontra jutnak a tárgyalások, és az unió részéről nincs igazán arra vonatkozó akarat, hogy folytassák a csatlakozási tárgyalásokat, viszont Törökország is egyre inkább úgy érzi, hogy hogy nem kényszerül rá feltétlenül az őt másodranguként kezelő Európai Unióra. Van most már egy kiszolgáltatottsági viszony az Unió és Törökország között, például a migráns kérdést, illetően, vagy most, hogy az orosz-ukrán háború következtében gázelosztó központtá válik Törökország, és az azerigás török vezetékekkel keresztül fog érkezni Európába, ha csak nem fogják ezt szankcionálni. Ugye most Karabach ügye miatt már felmerültek ilyen, ötletek az Unióban, hogy némi gázért cserében mégse árulhatjuk el az alapvető értékeinket, de a lényeg, hogy Törökország helyezkedése a világpolitikában valóban látszódik, a kínai vezetés útprojektnek 2015 óta tagja az ország, a Sánkhelyi Együttműködés Szervezetének párbeszédpartnere, sőt, ö, tavaly szeptemberben Erdogan kifejezte arra való szándékát, hogy a teljes csatlakozás sem tartja Kizártnak mert Törökország lenne az első NATO tagország, ami egyben lenne ennek az eurázsiai biztonságpolitikai szervezetnek is a tagja. Továbbá ugye felmerül a, a BRICS csatlakozás kérdése is rendszeresen. És ugye mert... a BRICS-hez tulajdonképpen a globális délnek a szervezete, mondhatjuk. Igen, úgy ez úgy, egy, a egy a nyugat dominanciájával... Kína, igen, a nyugat dominanciájával szembe helyezkedő érdekszövetség, gyakorlatilag nyilván nem egy olyan formális intézményi rendszerről beszéltünk, mint az EU esetében, de most ugye új országok is csatlakoznak a BRICS-hez január 1 és ugye Törökország nincs ezen országok között. Jó, most feltételezzük azt, hogy, hogy Törökország felvételt nyer az EU-ba, és abban a pillanatban megjelenik itt egy 80 milliós vagy nagyobb lakosságú ország, talán nekik lenne a legtöbb európai parlamenti képviselőjük és ugye kulturálisan itt itt vannak kérdőjelek. Én például úgy elképzeltem azt, hogy, hogy például a török pártok melyik párt ülnek be, majd a liberálisokhoz csatlakoznak, a zöldekhez, a néppárthoz, a kereszténydemokrata alapú néppárthoz, vagy majd másikhoz. Tehát már ez is egy ilyen furcsa helyzet. Egyébként nagyon érdekes volt, amikor az Európai Alkotmányos Szerződésnek a vitája volt a 2000-es évek elején, és egyébként szó volt a keresztény európai örökségről, ami kerüljön bele. Ugye mindenki összítom, hogy a törökök ellen majd ne bele, és azt mondták, de, de csak tegyük bele azt, hogy milyen egyéb vallások és milyen egyéb értékei is vannak, ugye gondolva arra, hogy majd csatlakozni fognak. De egyébként ez nagyon jó felvetés, ugye amikor Törökország csatlakozásáról beszélünk, akkor nem csak arra kell gondolni, hogy kulturális különbségek, gazdasági problémák vannak, hanem valóban arról, hogy egy 84 milliós ország csatlakozna, ugye meghaladja a lakossága jelenleg a németeknek a lakosságát, ugye a menekültekkel együtt még magasabb lehet ez a szám, és hát azt szoktuk mondani, hogy az Európai Uniónak az úgynevezett belső hatalmi geometria, az alapvetően felbomlala. Ugye van egy karoling mag, amit Németország és Franciaország képvisel, e, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország, ugye ebben másodrendű szerepet játszanak, de ők is ott vannak körülötte, és gyakorlatilag az egész szavazási rendszert alapvetően borítaná ez. Úgyhogy ha itt európai reformokról lenne szó, és Törökország valamilyen módon körül, közelebb jönne, és nem csak a parlamentre kell gondolni, hanem elsősorban a tanácsi szavazási rendszerre, hiszen még mindig ott dőlnek el a legfontosabb kérdések, akkor itt is újra kellene gondolni nagyon sok mindent. Csak közvetőleg, igen, meg, megadom a szót egy pillanat, csak azt szeretném megjegyezni, hogy például az Európai Egységesülésért adott díj, ugye az is a nagykároly díj. Tehát ugye Törökországnak aztán végképp sem, mert nekünk se sok, ugye csak kirabolták egyszer a kárpát medencében az avarokat, de egyébként nincs hozzájuk semmi közünk. Már nekünk is furcsa egy kicsit ez nagy Károly díj. Hát Törökországnak milyen lenne? No. Végképp nagyon furcsa. Ugye az sem véletlen szerintem, hogy ebbe a körbe akarja módosítani pont a döntéshozatali szabályokat az Európai Unió talán eljátszva azzal a gondolata, hogyha itt a csatlakozás kapcsán bejönnek különböző külső tényezők, akkor hogyan fogja a működését kezelni az Európai Unió. De visszacsatolva egy pillanatra azzal kapcsolatosan, hogy valójában ez a reform, ez most munkaanyag -e vagy sem, azért nagyon abba az irányba mutatnak az elképzelések a bővítéssel kapcsolatban, és az egész intézményrendszer átalakításával kapcsolatban. Tekintettel, hogy az Európai Parlament már a szájára is vette ezt a reformot, tehát saját jelentést fogadott el ezzel kapcsolatosan, kicsit meg is előzve ezt a javaslatot. Én kifejezetten azt látom, hogy itt van egy elindulás, hogy még most az LP kampányban legyenek ígéretek, amikhez valamilyen szinten az uniós intézmények kötni akarják magukat, felkészülve a választásokat követő időszakra. Ez egy elsődleges fontos tényező. A másik fontos tényező, hogy ugyanebben az LP jelentésben egy rendkívül érdekes ellensfoglalás volt, ami arról szólt, hogy a török csatlakozással kapcsolatosan az is gond, hogy akkor más vallású személyek kerülnek be az Európai Unióba, és ez milyen borzasztó érdekes, hogy ez csak most gond, és egyébként a migráció kapcsán pedig nem került elő ez a gondolat, és ugyanazok az LP képviselők, akik ugye újjongani szoktak a migráció vonatkozásában, most elgondolkodnak azon, hogy mi történik akkor, hogyha egy ekkora tömeg kerül be más vallásúként az Unióba. De akkor nekünk meg azon kell elgondolkodnunk, hogy valójában mi van a háttérben, mert akkor ez nyilvánvalóan így nem igaz. Pontosan így van. Igen. Jó, no, akkor ez ez egy, ezt nézzük meg. Ez egy érdekes kérdés. És de talán még egy utolsó gondolat, hogy azért beszéljünk egy kicsit az EU-Török migrációs paktumról. Ez egy nagyon lényeges tényező, mert ez, ez a mechanizmus, ami azért egy védőbástya az Európai Unió számára. Ez 2016, ugye, amikor uh -huh. megkötötték ezt a szerződést. És ugye most lejár? Na, ugye azt vállalták, hogy Törökország a migránsokat ott tartja Törökországban, ezért sok-sok pénzt kapott, sok milliárd eurót. Sokat, sok milliárd eurót, ez pontosan így van, és ez egy olyan ország esetében lehetséges, ez a védőbestő szerep, amelyik... Gyakorlatilag, hogyha a jelenlegi jogállamisági kritériumokat veszük, akkor kívül van az Európai Unión, mert ehhez központosított hatalomnak kell lenni. Tehát, hogyha belépne Törökország bármilyen formába bármikor az unióba, akkor nyilvánvalóan a jelenlegi szakpolitikában nem férne bele az a fajta mechanizmus, ahogy egyébként Törökország a határukat védi. Hiszen ugye Magyarország ennek a töredékét se teszi, és még, mégse fér bele az se. Friss tapasztalataim van, fejlés, vannak a határátkelésről. Nem feltétlenül határ lenne, nem fejlés, úgy, hogy a probléma, mert Schengen tag, valószínűleg nem lenne a Törökország még nagyon sokáig, úgyhogy hát eh, ugye, eh, de hát ugye nagyon messze nem is tudunk erről beszélni. Jó, erről. A kulturál... nézzük meg a kultúrát még egy kicsit, ugye itt tényleg 84 millió javarészt muszlim ember kerülne be az Unióba, ez kulturális kockázatokat jelenti jelent az Unió számára. Ugye ez megint nézőpont kérdése, ugye ja, rengeteg millió számra Nyugat-Európába, Jött az együttélésből alapvetően nyilván fakadnak problémák is, amelyeket azért alapvetően azt látjuk, hogy tudják a helyi közösségek rendezni, még akkor is, hogyha ez mind a német, francia, tehát a nyugati médiában, mint pedig a török médiában ellentétes uh, nyilván interpretációban de fölmerült. Tehát ami Nyugat-Európa vagy máshol, ami a hogy mondjuk muszlim törökök okozhatnak problémákat, addig a török sajtóban arról beszélnek, hogy hány törököt támadtak meg mondjuk Németországban szélsőjobbadali uh, csoportok. De ezen túlmenően viszont azt is látni kell, hogy nyilván a török csatlakozás, vagy Törökország alapvetően egy ilyen muszlim-iszlám diskurzusba jelenik meg, de itt akkor csak egy odavetés, hogy mi a helyzet az albán csatlakozása, hogy Albán is egy muszlim többségű állam, vagy, vagy mondjuk Bosznia-Hercegovina esetében is. Ez a kérdés fölmerülhet. De azon túlmenően, hogy most Törökország mennyire vallásos egyébként alapvetően az, azért a török Köknek, vagy a törökországnak van egy balkán identitása, van egy földközi tenger identitása. Tehát mondjuk, hogyha aki megnézi a török égei tengeri partvidéken, vagy a dél és mondjuk Antályát, akkor azért sok esetben Görögországban érezheti magát. Legalábbis különösen Izmér környékén én rendszeresen úgy azt érzem, hogy igazából lehetnék az égei tenger túloldalán is. Fekete-tenger környékén van egy kaukázusi vagy fekete-tenger identitás, kultúra nagyon hasonló mondjuk a grúzi, grúzhoz, nyilván vannak valási különbségek, és ugyanakkor azt is látni kell, hogy dél-kelet-törökország, főleg a kurdok által lakott az meg, az meg inkább ilyen közelkeletebb, közel keletesebb kultúrkör. Szóval Törökország maga sem egységesen homogén, és ami alapvetően a kulturális a változás, amit okozhatna az Európai Uniónak, az alapvetően az, hogy ez nyilván sokszínűbbé tenni, és ebből nem látok egy akkor akadályt, ami miatt Törökországot kint lehetne tartani. Az már viszont más kérdés, hogy olyan problémák feszülnek jelenleg az Európai Unió vezető hatalma és Törökország között, amelyeket nagyon nehezen lehet megoldani. Ugye alapvetően három nagy problémakör van. Az egyik egy, mondhatnám azt, hogy technikai geopolitikai, meg nem tettük is ciklus kérdése, ugye a sziget északi részén 1974 óta török csapatok állomásoznak, jelenleg is több mint 30 ezer fegyveres van ott. A sziget északi részén a törökök kikiáltottak egy köztársaságot, amit senki nem ismer el, kivéve Törökország. Ezzel szemben a dél-ciprusi rész, a ciprusi köztársaság, ami most már EU tag, őt pedig Törökország nem, is, nem ismeri el, ami rengeteg problémát okoz, kereskedelem hajózás szempontjából. Így alapvetően nehéz egy olyan csoporthoz bekerülni, aminek az egyik tagját nem is el az ország. De ez egyébként a törökök szerint, és sok esetben az uniós vélemény is az, hogy ez a kisebbi gond, Nagyobb gondot jelent a már említett abszorciós képesség, hogy Törökország teljesen megváltoztatná az uniós erőviszonyokat. Ugye a jelenlegi népesség az Európai Uniót tekintve, hogy a 450 millió környékén van. Na most ehhez kerülne egy 84 milliós, egyébként eh, évente egy millió fővel növekvő közösség. Tehát nagyjából némi ráhagyással minden ötödik uniós polgár az, az Törökországi lenne, ha megtörténik ez a változás. Tehát ennek kultúrán túlmenően rengeteg biztonsági, geopolitikai, politikai hozadéka lehetne. És nyilván ezt jó pár állam nem szeretni, arról nem is beszélve, hogy a török mezőgazdaságot, a fejletlenebb régiókat föl kéne zárkóztatni. Ezt teljesen átírná mondjuk a agrárpolitikát, a fejlesztéspolitikát az eu belül, és nem vagyok benne biztos, is nem ezt látszik, hogy mondjuk a gazdagabb skandináv vagy mondjuk német állam szívesen áldozna erre. És végezetül pedig van egy az utóbbi pár évben, mondjuk bő egy évtizedben uh, előtérbe kerülő kérdéskör a török jogállamiság helyzete, amit rendszeresen az Európai Parlament uh, vagy az Európai Bizottság jelentései pelengére állítanak, és hát nyilván ebben a helyzetben is nagyon nehéz lesz megegyezni, mert például ott van a terrorellenes törvény, ami egy állandó probléma. Ugye az Európai Unió azt szeretné, hogy ezen úgymond lazítan a Törökország, a törökök pedig azt mondják, hogy több évtizede terrorista ellenes háború vagy felkeresenes hadműveletek zajlanak az országban, a munkás vált a PKK ellen, és mindenki, aki őket támogatja cikkírással, politikai megmozgása, az egy a szervezetet támogat, amiért Európában is bizonyos helyeken az autentikusan börtön járna, gond nélkül akkor ezt igazából az Európai Unió ne oktassa ki őket, hogy a saját országuk védelme érdekében ezzel, ezzel ettől eltekintsenek. És még egy apró adalékot, hogy noha alapvetően nyugatra tekint Törökország, ahogy említettem is, ez egy defenzív modernizáció a tők részéről. Tehát a mai Törökország, és itt akár bizonyos esetben Magyarország helyzetével is lehet párhuzamot szólni, ugye úgy jött létre, hogy összeomlott a birodalom, rákényszerítettek Párizsban a Szevri békét, ami a mostani területnek a töredékét hagyta Törökország. Igen, Ankara környékén lett volna valami. Abszolút, most török török Törökország egy közel 800 ezer négyzetkilométeres terület, akkor lett volna egy 200 ezer négyzetkilométeres terület. És most nem is az birodalomból indultunk el, hanem a jelenlegi Törökországhoz képest. És ezt változtatja meg Atatürk úgy, hogy megküzdenek a török csapatok a görögökkel, örményekkel, franciákkal, az olaszokat kitessékelik, és végül uh, Isztambul környékel az angolokat. Tehát az, hogy a nyugattal, ha kell, akkor meg kell küzdeni, és nem feltétlenül ez a, ez a nyugati kör, ez barátként tekintve, az nagyon. Uh, mélyen benne van a török társadalomban, a nyugati gravitációs pont mellett is, és hát nyilván bizonyos nacionalista köröknek pedig egyértelműen ez, ez, egy axióma, és nyilván ők előszeretettel, vagy fogalmazunk úgy, hogy eh, nagyobb lelkesedéssel tekintenek kelet felé, akár a többi türk köztársaság felé, akár mondjuk olyan fel, törekvőben lévő hatalmak esetében, vagy, vagy felé, mint mondjuk Kína, esetleg Oroszország, és mi sorolhatnánk. Ugye azt, hogy az egyes tagállamok hogy állnak a török csatlakozáshoz, ott tudunk-e valami különbséget tenni? Tehát, hogy mondjuk a föderalisták másképp állnak hozzá, mint akik inkább szuverén módon próbálnak gondolkodni, tehát más Európai Unióban gondolkodnak, nem Európai Egyesült Államokban, hanem szuverén országok közösségében. Ebben van valami különbség? Fajna persze, ugye itt nagyon sokat beszéltünk az Európai Parlamentről, pedig azért nem az Európai Parlament ugye ebben az egész bővítési folyamatban a fontos, hiszen a, a, mandátumot a tárgyaláshoz a bizottságnak a tagállamok adják meg, és utána maga a tárgyalási folyamat is nagyon a tagállamoknak a kezében van. Tehát ha valami történik, valami nem történik, valami éppen nem történik, az mind azért van, mert a tagállamok úgy gondolják, hogy most nem akarnak folytatni tárgyalást. Ugye, ha visszagondolunk arra, hogy, hogy mi, az elején mi történt, <coughs> Franciaország bejelentette, hogy népszavazáshoz kötni Franciaországban a, a török kérdést, aztán ehhez, ha jól emlékszem, akkor csatlakoztak a hollandok is talán, aztán Franciaország visszatáncolt, aztán mégiscsak azt mondták, hogy mégiscsak tartanának. Tehát egy nagyon. erőteljes... Szoktak erő tartani helyes. egyébként a csatlakozásnál? csatlakozásról nem kell népszavazást tartani. Nem kell, de, de nem is szokta. Nem, mert mondjuk a magyar csatlakozásról Franciaországban nem, nem tartottak nem népszavazást. Nem kell, nem kell népszavazás, mm. úgyhogy ugye, hát egyébként is Európai Uniós szerződésmódosításról, mert pedig egy ilyen, hogyha valaki tag lesz, akkor ugye az a szerződések kiegészítését jelenti, ami szinte az elsődleges joganyagnak a része Úgyhogy egyetlen egy országban, van, ugye Írország, ahol kell népszavazni ilyen kérdésekben, de azért is kapcsolná össze ugye az Európai Unió az intézményi reformokat, hogyha ez megindulna, ez a folyamat, mert ott lát lehetőséget, hogy itt változás legyen. És hát ugye nagyon sok és nagyon összetett a kérdés, hiszen a déli országok általában azért pozitívabban állnak hozzá, tehát Spanyolország felől, Portugália felől sokkal pozitívabbak például a, a, a török csatlakozásnak a perspektívái, mint ami Franciaország, akár Németország, akár az északi államoknak a részéről. És hát ugye klasszikusan a kelet-európai régió és azok, akik egyébként is a Balkánnal eh, szorosabb kapcsolatban vannak, illetve az integrációt elő szeretnék mozdítani, ők sokkal lelkesebbek Törökország irányával. Azért ugye elképzelem ezt a helyzetet, mondjuk, hogy intézményi reform, mondjuk a külpolitikában, ugye pengettek olyan húrokat is, hogy ott érdemes lenne megszüntetni a idézőjeles vétójogot, és és nem, nem kellene egységesen. Szóval, hogy Portugáliának, vagy, vagy éppen Németországnak és Törökországnak a külpolitikai érdekei, hát mondjam, tehát nem biztos, hogy közös nevezőre hozhatók. Azért Törökország nyilvánvalóan nagyobb részt Ázsiában is van, és, és a, a, az ő érdekköre az ott van, Irak, Irán, Szíria ezen a területen. Szóval ezt lehet ezt egyáltalán Egészen biztosan nem, nem. Ugye, amit mondtunk, hogy itt egy ilyen nagy csatlakozás lesz a klasszikus modellben, és akkor megreformálják az EU-t, ez valószínű nem. Azért akar egy ilyen koncentrikus kör, multi, ugye több sebességes Európát építeni most a, a, a azoknak az országoknak a többsége, akik az integráció lendületét szeretnék most növelni, mert hogy nem lehetséges egy ilyen elfogadni. És hát ugye a külpolitika, a biztonságpolitika az egyébként is egy furcsa terület az Európai Uniónak. Egyébként ez a jelentés külön kiemeli, hogy ezért itt ugye mindig úgy játszik, hogy lehet, de ha nem, akkor mit kellene csinálni. Itt van egyébként most is egy úgynevezett konstruktív tartózkodás lehetőség a külpolitikában, burkolt vétónak a lehetőség, hogy az EU-ban olyan, hogy vétó formálisan nincsen, csak hogyha éppen egy hangúság van, akkor lehet ilyesmit csinálni, de valóban a biztonság és védelem politika és a külpolitika egy olyan terület, ahol változtást várnak. Ugye több minden elhangzott, amivel feltétlenül nem értek egyet. Az első, az elsősorban az, hogy ugye nyilván lehet itt arról beszélni, milyen hatáskörök vannak a bővítéssel, a szomszédságpolitikával szomszéds politikával kapcsolatosan. És persze ez most egy érdekes helyzet, hogy pont a magyar biztos tölti be ezt a szerepet, akinek szerintem most egyébként nem könnyű tegyük hozzá azt láttuk nagyon sok tekintetben, hogy az Európai Parlament azért nagyon komoly zsarolási potenciállal bír arra, hogy az egyes biztosok milyen módon facilitálnak bizonyos irányokat. Ugye itt eleve van egy érzékeny viszony a magyar biztos és a külügyi szakbizottság között az LP-be, hogyha visszaemlékeznek a nézők, akkor nem régiben volt hír az is, hogy aláírásgyűjtésbe kezdett a külügyi bizottság, hogy a magyar biztos Várhelyi Olivér nem megfelelően látja el a munkáját, és hogy a bővítés kapcsán ö, nem a parlament akarata szerint jár el, ugye ezt útták fel neki. Tehát én azért ezt nem kezelném annyira könnyen ezt a vonalat, hogy az EP-t hogyan csatornázza be a saját érdekeit. A másik az pedig az talán a bővítéskérdés körülvel kapcsolatosan, hogy a jelenlegi tagállamokra milyen hatással bír az, hogy összekapcsoltuk itt ezt a bővítés és intézményi reformot. Mert itt azért látjuk, hogy Magyarország, Lengyelország vonatkozásában azért itt a többsebességességnek van egy költségvetési része is már, hogy mi mennyire akarunk beletartozni abba a politikai unióba, hogyha valóban erről szól a politikai unió, ami a jogállamisági kritériumok megjelenítését jelenti. És ebben az egész konstellációban az lesz a nagy kérdés, hogy lesz egy Macron beszéd jövő évben, valamikor az első nagyedében, hogy ott mik lesznek azok a már a választásokra szóló célkitűzések, amik akár a jelenlegi helyzetet is befolyásolják, éppen azért, mert ez az ominózus francia-német munkadokumentum, vagy talán nem is az, ez olyan módon csatornázódott be az EP jelentés, hogy az Európai Parlament azt mondta ki, hogy ehhez az egész konstelláció szerintem nem kell szerződésmódosítás, mert lé lehet létrehozni olyan úgynevezett reformszerződéseket, amelyek kiegészítik ezt a jelenlegi szerződést. Tehát ez is szerintem azért egy elég ingoványos talaj, abból a szempontból, hogy mennyire exaktak itt a jogalapok. Hát, ha egy ilyen többszintes Európában gondolkodunk... most, is... most is ez van, nem? Hát, hát pontoló, a, pontolóra... van és egyebek, ez is valamilyen szintű. Igen, csak hogyha mondjuk ezt négy szintre felosztjuk, és valamiféle perspektívát akarunk kínálni Törökországnak, a legfőbb kérdés, hogy a mézes madzag mennyire édes a törökök számára. Nem biztos, hogy amit mi fel tudunk nekik ajánlani, ők azzal össz összhangban hajlandóak azokra a reformokra, amiért lényegében nem túl nagy utalmat kapnak. Az EU legnagyobb ö, ajándéka, amit fel tud ajánlani, az lényegében a tagsági perspektíva. A minden, ami ez alatt van, nem biztos, hogy Törökország úgy ítéli meg, főleg, hogy egy felemelkedő regionális hatalomról beszélünk, hogy neki ebbe az irányba érdemes lenne elmozdulnia. Szóval most személyes élményt szeretnék mondani. Tényleg tegnap reggel jöttem vissza, tegnap hajnalban érkeztem vissza Törökországból, autóval mentem. Végig mentem ezen az úton, hát nem volt túlságosan népes az autópálya egészen Törökországig. Ott, Isztambulban már egyszerűen Lehetett érezni a bőrömön, hogy itt áramlik a világ. Hogy észak dél hát egy a legújabb, ugye ez most már a harmadik híd, a legújabban mentem át autóval éjszaka, és három sávban ömlöttek a kamionok Európa felől Ázsiába. Visszafelé ugyanúgy ömlöttek a másik négy vagy öt sávon, ami a, a híd másik része. És persze közben a Boszporuson pedig áramlott keletről nyugatra a tengeri forgalom. Óriási hajók, földgázszállítók, cseppfolyistott földgáz, egyebek. Tehát, tehát érezni lehet azt a hatalmi potenciált, ami ott van, ugye ezt vagy el lehet vágni, vagy meg lehet vámolni, vagy használni lehet a törökök saját céljaira. Migrációra, gázra, és így tovább. Hát, stratégiai partnerek vagyunk, ugye ezt senki nem mondta, ha. hogy el akarnánk vágni, hiszen a Vám Unión keresztül, ha van. Igen, mondta ugye. De ez az az óriási potenciál, amivel a törökök rendelkeznek. És ez ugye nekik is nagyon fontos, tehát itt azért még mindig egy 84 milliós ország van szemben, egy 440 milliós világ legnagyobb kereskedelmi tömbjével, gazdasági uh -huh. tömbjével. És hát ne felejtsük el azt is, hogy azért az Európai Unió több mint 9 milliárd eurót áldozott a csatlakozási, különböző előcsatlakozási alapokon keresztül Törökországnak, ugye ez független attól, ami, ami a, a migrációval kapcsolatos, és a törökök ugye egy csomó területen rá vannak szorulva az Európai Uniós kapcsolatrendszerre. Tehát ez egy kölcsönös folyamat, ők sem akarnak innen elfordulni, hiszen nincs nagyon sokszor hova fordulni egy ilyen szoros gazdasági kapcsolatrendszer. Mert ez egy gazdasági kapcsolatrendszer is, tehát a török áruknak, ugye nem véletlenül mennek ezek a kamionok ugye itt, itt, a török áruknak is van piaca, hát illetve kapcsolási pontja Európa felé, ez is. megszűnik, az nekik is rossz, de akarnak-e annyira csatlakozni, hogy esetleg a migrációt, vagy éppen a gázügyeket és egyebeket zsarolási potenciálként használják? Igazából a Törökországnak az az érdeke, hogy jó kapcsolat legyen az Európai Unióval, és lehet korlátozottan eredményeket elérni azunk úgy, hogy nyomás nyomásgyakorlással, de azt látjuk az utóbbi éveket, hogy ez kevésbé vezet eredményre. Mert hogy az Unió akar nyomást gyakorolni Törökországra, az nem, nem be. Az, azt látjuk, hogy ez igazából nem nagyon tud mit tenni Törökország. Azért a Törökország a már említett hatalmi pozíciónál fogva van olyan helyzetben, hogy megfelelő tárgyaló partnere tud lenni az Európai Uniónak, de ami például a migrációs problémát illeti, Két dolgot érdemes figyelembe venni. Az egyik az, hogy igazából Törökországnál a bevándorlás politika az nagyon sokat hasonult, vagy úgy alakult át az utóbbi években, ahogy igazából az Európai Unió szeretné. A török határokon, mondjuk délen vagy az iráni határ jelentős részénél három méter magas betonfal várja az illegális bevándorlókat drónokkal, mélységi védelemmel, és hát jó pár török határőrrel. Teretűzzel, persze, szóval hogy nem annyira könnyű bejutni, és akik ennek ellenére nagy számban azért jönnek, főleg Afganisztánból, illetve Szíriából emberek, akiket el tudnak fogni, azokat a jelentős részét nagyon gyorsan próbálják haza is küldeni. Tehát rendszeresek a hetente mennek járatok, Ankarából, Isztambulból, más városokból, Kabulba, Afganisztánba is viszik haza az illegális afgán bevándorlókat. Ők e... haza tudják vinni? Ők megegyeztek az afgánokkal. Értem. A táli vezetéssel. Török politika, fogalmazok, úgy igyekezett nagyon jó kapcsolatokat kialakítani a mindenkori afgán vezetéssel és ezt 2020-21 után is el tudta érni. És tovább megyek, tehát azért, hogy a török közvélemény alapvetően ezt a politikát támogatja, nagyjából 3-3,5 milliós szíriai közössége jelenleg Törökországban. Az első években, amikor az arab tavasz elkezdődött, és 2011 után megjöttek az első illegális bevándorlók, akkor a török lakosságükre rájuk alapvetően pozitívan tekintett, mint háború de így évtized táblatából már eléggé terhes az ön jelenlétük. Emiatt a török politika igyekszik határozottan felépni akármilyen rendbontás, vagy újabb migrációs hullámok ellen. Ebből a szempontból partner az Európai Uniónak, abból a szempontból, hogy igazából beleilleszkedik egy olyan puffer zónába, amit az Európai Unió több-kevesebb sikerrel igyekszik létrehozni maga körül a különböző migrációs bevándorlási hullámok akadályozására vagy megfogására, de ez a török politikai érdek is, hogy lehetőség szerint nyugatság legyen a török határoknál. A másik pedig, hogy 2020 márciusában a törökök megpróbálták kiátszani a migrációs kártyát a görög-török szárazföldi határon, akkor viszont egy erős, határozott, EU által támogatott görög lépés, ezt igazából Megakadályozta, hogy ebből különösebb válság jöjjön létre, aztán pont érkezett a koronavírus járvány, ami ezt teljesen le is, vita, le is vette a napirendről, de a lényeg az, hogy egy erősebb Görögország határőrizet szempontjából egy megfelelő európai válasz. És amit viszont most látunk, a török-görög kapcsolatokban egy javuló görög-török diplomáciai pillanatban vagyunk éppen. Erdogan tárgyalt a görög ö, miniszterelnök állam olyan régen, rendszeresek a találkozások a külügyminiszterek között. Szóval egy javuló görög-török viszony viszont abszolút európai érdek, hiszen akkor még kevesebb probléma lesz a görög-török határoknál a jövőben. Tehát a migrációs kérdés az egy akut probléma, de úgy tűnik, hogy jelenleg ezt Európai Unió, Törökország maga, Görögország és Törökország egy számunkra megfelelő irányba tudja kezelni. Na, egy tör... gondolatot, bocsánat, ide csak a, a, ehhez, hogy lássuk, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva, és az Európai Unió mennyire használja ezeket a szálakat. Ugye nem véletlen az, hogy a határon megerősítik a, a, a keleti határokon is a törökök ezeket a védvonalakat, hiszen ez, az ez, az ez Európai nem elég már hány Nem ezer kilométer, ez 1800-2003. Mennyi ez? Összenyom, hogy a ír határon az 900 kilométer, ott ott alapvetően mindenhol van ilyen betonfal, az iráni, az iráni határon több száz kilométeren van. És ugye ezek egy része hegyvidéki terület valahol nem lehet. Hát igen. És ugye az az érdekes, ugye, hogy az Európai Unió ugye például a vízumpolitikán keresztül, hiszen a Törökországgal hosszú tárgyalások folynak arról, hogy hogyan lehet könnyíteni ezeket, egy nagyon hosszú folyamaton keresztül, hanem tíz évig tartott, amíg a törökök folyamatosan megfeleltek azoknak az Európai Uniós szabályoknak, amelyek lehetővé tennék azt, hogy végre be tudjanak lépni egy Európai Uniós könnyített vízumrendszerbe. Ugye ezek aztán, ha jól emlékszem, fenn ott az utolsó fordulókon, nem ment tovább, de gyakorlatilag a biometrikus útleveleken keresztül a keleti határvédelemnek a kérdésében nagyon jól teljesített Törökország, és ezek az európai érdekek így lettek. Igen, mert jelenleg ez egy aszimetrikus helyzet, hiszen mi személyigazolványan mehetünk Törökországba. Ugye ők pedig vizummal jöhetnek ide. Ugye Magyarország a törökök ideérkezését, illetve az Európai Uniós szabályokat használja. A törökök viszont úgy döntöttek, hogy kedveznek nekünk, és ennek köszönhetően nincs szükség útlevélre, ez egy tavalyi döntés. Értem. Egyébként a török lakosság mennyire szeretne a, a, Unióhoz csatlakozni? Tehát van -e erről valamilyen felmérés, hogy, hogy nem a török politika, a törökök maguk, a lakosság mennyire szeretne? A German Marshall Found-nak találtam egy ide vonatkozó felmérését, amit 2022-ben készítettek Törökországban, mindenféle korcsoportban is, a 18 és 24 év közöttiek korcsoportja külön fel volt tüntetve ebben, ami ugye érdekes eredményeket is mutatott, de pont erre a kérdésre válaszolva nagyjából a törökök negyede vélekedik úgy, hogyha a megfelelő reformokat végrehajtja az ország vezetése, akkor tudnak csatlakozni az Unióhoz, egy másik egynegyed vélekedik úgy, hogy Törökország nem áll készen az uniós csatlakozásra is, több mint 50 százalék vélekedik, úgyhogy attól függetlenül, hogy milyen döntéseket hoz, vagy milyen reformokat hajt végre a török vezetés, az európai országok nem akarják bevenni Törökországot. Szóval látszik ez a féle bizalmatlanság ezen a téren az unióval szemben, És még bocsánat, hogy visszatérek az előző... Kérdésre, Aztán még, még a gázt azt majd beszéljük. Meg a hozzá szerettem volna fűzni, hogy mennyire benne van a a török gondolkodásban ez a fajta globális összekapcsoltságnak a fontossága, hogy ők nem is azt, hogy hídként tekintenek magukra, ez pont ugye Ahmed Davutoglu, a, a stratégiai mélység, külpolitikai elmzé, elméletének kidolgozója mondta, azt hogy a híd szerinte egy passzív entitás uh -huh. két pont között, és ők pedig mindkét pontnak a részesei akarnak lenni, az legyen Európa, Ázsia vagy akár Afrika, egy másik konferencián azt is mondta, hogy Törökország egy afro-eurázsiai állam, szóval ugye a civilizációk, Csatlakozó pontjánál ö, található, és ezt a fajta ö, teljesen egyéni geostratégiai fekvés próbálná az ország vezetése is kihasználni, ami felhasználható arra, hogy az Unió felé közeledjenek, vagy akár a Kína által dominált ö, nemzetközi ö, együttműködési formák felé, és mindegyikből a török érdekek mentén próbál hasznot húzni Erdoğan is, és például ide sorolhatnánk többek között azt is, hogy miközben Ukrajnának ugye drónokat ad el a háborúban, Oroszországa bővíti a kereskedelmi kapcsolatait, az első atomerőmű orosz segítséggel épült meg Törökországban az Oroszország hol a kereskedelmet Törökországba akarja becsatornázni, a Gabona kereskedelmi egyezmény szintén ide sorolható, szóval minden olyan helyzetben, amiből valami hasznot hú, tud húzni Törökország, azt igyekszik megragadni. Egy a Norbert geográfusnak van egy gondolata erről, hogy a kaputérségek lesznek ebben a több világban az igazán sikeresek, tehát képesek több világ felé is kaput nyitni. Hát tényleg itt a bőrén érzi az ember, hogy, hogy ez kapu térség. Kicsit a, a gázról beszéljünk még, hogy, hogy azért kiszolgáltatottak vagyunk, vagy leszünk most már lassanként Törökország felé gázügyekben. Nem tudom, hogy ki az, aki ebben szívesen szól hozzá, mert ugye az a helyzet, hogy ahogy Oroszországgal a kapcsolatok megszakadtak, legalábbis azok a kapcsolatok, és aztán lehet, hogy éppen Törökországon keresztül Orosz gáz jön, ezt nem tudjuk egészen pontosan, így Törökország elosztó központ lett az energiában. Tehát azért itt van még egy kártya lassanként a törökök kezében, amit mi adtunk a kezükbe. Törökország évek óta, vagy évtizedek óta tudatosan készül erre a regionális energiállosztó szerepre, szerepre, akár kőolaj, de most jelen esetben a földgáz az, az fontosabb számunkra, szóval a földgáz ez esetében is, ami alapvetően abból fakad, hogy Törökország a világ szénhidrogénkészletének egy jelentős részét magába foglaló közel -kelet mellett helyezkedik el, magának nem nagyon vannak mondjuk gázmezői, az utóbbi időben változott, de alapvetően... De tényleg a Ciprus környékén, mintha ilyenről is szó lett volna, Igen, ugye? Van, Hogy ott az, az, a az, a az, 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 utóbbi bő tíz évnek a kérdése, de Igen. magának jelenleg a török határokon belül nem nagyon van. Pár éve találtak a Fekete tengerben olyan területeket, amelynek a, amelyek a gázmezőket, amelyeknek a kitermelése ebben az évben kezdődött, szóval a Törökország most kezd válni egy gázexportőri, alapvetően hasonló helyzetben voltak, mint mondjuk Magyarország. És viszont Törökország azt ismerte fel, hogy ha már neki nincsen gáz, de mellette vannak ezek a hatalmas gázmezők, és ha van egy hatalmas piac az Európai Unió országai tőle nyugathabra, akkor azáltal, hogy keletről nyugatra eljutassa ezt a gázt, ő abból nagyon jelentős jövedelemre tud szert tenni, nem csak a tranzitiakból, hanem mert a saját gázhoz, gázfogyasztását fogyasztását és akár kedvezményesebb áron tudja megszerezni. És hogy itt Közép-Ázsiában türk államok vannak, Ázsiában egyébként iszlám kell egyezkednie, Európa felé pedig van ez a fajta nyitottsága a török politikának, amiről már beszéltünk. Így van, és, és ezek segítik azt, hogy Törökország ilyen gáz elosztó hatalomként funkcionáljon. Ugye nagyon fontos jelenleg két vezeték, az egyik a török áramlat, ami Oroszországból hozza a gázt, és mondjuk Szerbiába szállítják oda, illetve Magyarország érkezik a gáz, korábban Bulgáriába is, tehát a dél európai régiónak a gázellátásában. Törökország egy megkerülhetetlen tényező. Másrészt pedig elindult pár évvel ezelőtt adták át a transzanatúliai gázvezetéket, ami Azerbajdzsánból, Grúzián keresztül hozza a gázt, és ugye ezt nem csak törökök használják, hanem Görögország, Albánia és Olaszország felé is megy, emiatt például a, már arról is beszéltünk, hogy mediterrán országok fogalmazunk úgy, hogy megengedőbbek vagy megértőbbek Törökországgal szemben, az olaszok az egyik legfontosabb ilyen partner, és ezen túlmenően pedig akármilyen ötlet merül fel, hogy Kaspi tenger túloldáról, tehát Közép-Ázsiából hozzák a gázt, Türkmenisztán, Kazakszán, Üzbegisztán, vagy éppen esetleg, ugye korábban szerepel, szó volt arról, hogy a Nabukkó keretében, Nabukó vezeték keretében a közel-keletről, akkor ezek a nyomvonalak mindig Törökországon keresztül jönnek. Ebből a szempontból ez is fontos, hogy a törökök, és ezt maguk is segítik elő, és igyekeznek stabilizálni már amennyire lehet ezeket a régiókat, hogy tényleg beindulhasson ez a szállítás. Másrészt pedig, ami különösen magyar szempontból fontos, az utóbbi bő egy hónapnak a fejleménye, hogy sikerült találni egy olyan megegyezést, hogy Törökországból tud Magyarország venni gázt, ez a jelenleg egy nem túl nagy mennyiség, de nagyjából 300 millió köbméter, ugye nagyjából 9 milliárd köbméter a magyar fogyasztás, ugye ez inkább csak egy ilyen pozitív kezdetnek tekinthető jelenleg, de az mindenféleképpen, és a törökök számára is történelmi, hogy ők elkezdenek gázt eladni más országoknak, és nem csak azért, mert Azerbajdzsánból, Oroszországból is tudnak gázt, vagy éppen Iránból is tudnak gázt szerezni, hanem mert az utóbbi években ők tudatosan építettek arra, hogy hozzanak létre több nagy LNG-terminált, hogy bármi történik a kamikrelációban, orosz azeri akkor ők a nemzetközi piacokról, Algériából, Katarból és még sorolhatnánk, be tudják hozni a gázt, és onnantól kezdve nem csak saját magukat, de más országot is el tudjanak látni. Benne, hát hát azt szabad, a végzok... igen. Csak egy gondolat ide, hogy tényleg az a kép kell, szerintem kirajzolódni előttünk, hogy nyilván a gazdasági kapcsolatok erősítése terén bőven van hová haladni, és az az érdeklődés is, ugye erdogan véletlenül szeretne legalább az üzleti útra utazóknak vízumentességet, mert van egy nagyon intenzív érdeklődés keveset beszélünk róla, de ha megnézzük az EU költségvetési rendszerét, akkor azért ugye ott a kohéziós és kap, tehát az agrárpolitika kalap, mellett van egy jelentős összeg, 400 milliárd eurónyi mértékű közvetlen uniós forrás. Én azt látom, hogy az EU egyre inkább kezdi felismerni, hogy ebben van egy komoly potenciál a csatlakozni szándékozó országok bekapcsolása vonatkozásában, vagyis az a kérdés, hogy ezekbe a programokban mennyire engedi be ezeket az EU-n kívüli országokat. Ugye látjuk, hogy Erasmusban például, ami szintén egy ilyen program, Törökország részt vesz, intenzíven dolgozik, van egy jó együttműködés. Ugye a Horizon programban, ami az innovációt támogatja ebből a forrásból, egy nagyon jelentős mértékben ebben a 7 éves pénzügyi keretben szintén benne van Törökország. Abba az irányba zajlanak most a tárgyalások, elsősorban a kohézió jövőjére nézve, hogy meg akarják növelni ezt az eddig is hatalmas 400 milliárd euró összegű kört, és ebbe úgy tűnik a tárgyalások alapján, hogy van szándék az EU részéről, hogy több más programokba is bevonja Törökországot, pont azzal a céllal, hogy alakuljanak ki partnerségek, és hogy alakuljanak ki innováció áramlási együttműködések a tagállamok és Törökország között. Ez például az én megítélésem szerint egy nagyon helyes irány, és talán abba is segítségére tud lenni az EU-nak, hogy egy jó, megfelelő irányba tolja a kapcsolatok alakulását egy stabil gazdasági integrációs szempontból. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a beszélgetést, kedves nézőink! Önök az ez itt a kérdés látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediapi.hu-n és a YouTube-on is, valamint meghallgathatják most már a Spotify-on is. Rendszerváltoztatás és az azt követő évtizedek az iskolai tankönyvekben. Az ez itt a kérdés következő adásában erről beszélgetünk. Kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!